társadalmi bűnmegelőzés, én azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon fontos. A szakmai napon a kiberbűnözés és a gyermekvédelem került a középpontba. Mint ezt a Vármegyei Rendőrség bűnmegelőzési osztályának vezetője mondja, ez a kettő tematika jelenleg a legfontosabb feladatuk. Vörös Ferencné hozzátette, rendszeresen szerveznek prevenciós és figyelemfelhívó programokat annak érdekében, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá, valamint bűncselekmények elkövetőjévé. A foglalkozásokat minden korosztály számára megtartják a rendőrök. Az internet világa egy nagyon fontos és egy nagyon jó dolog. Abban az esetben viszont, ha nem kellőképpen fordulunk, illetve használjuk, akkor nagyon gyorsan áldozatokká tudunk válni. Tehát az online térben elkövetett bűncselekmények, és kifejezetten a kiber jellegű bűncselekmények megelőzésére hívjuk fel az állampolgárok figyelmét főképpen. A szakmai napra a rendőrséggel együttműködő szervezetek kaptak meghívást. A rendezvény célja a bűnmegelőzési tevékenység erősítése. Olyan szervezeteket szerettünk volna megszólítani itt Vármegyén területén, akik közvetlenül valamilyen szinten azért már bekapcsolódtak a mi prevenciós tevékenységünkben, nem csak itt Székesfehérváron, hanem az összes többi rendőrkapitányságunk illetékességi területen lévő szervezetek. Ez lehet a kormányhivatal, polgárőrség, egyházak részéről, tankerület, szakképzési centrum. Közel 45 meghívót küldtünk ki. A szakmai nap egy országos program része. A következő egy évben minden vármegyében megszervezik.